Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Rex Story Cheese nevű sorozatomnak a következő része, és mivel még ebben a házban vagyunk, gondolom kitaláltátok, hogy sajnos ez az összeg, amit megkerestünk az előző részben, Jesse születésnapja van. Szóval, az összeg, amit megkerestünk az előző részben, sajnos nem elég az új házunkra. Megpróbáltam, hát ha a bútorok eladásával át tudunk költözni, de még sajnos nem, szóval ebben a részben még rengeteget kell dolgozunk Majával, gyúk szerencsére kiszolgálja magát, szóval Majával rengeteget kell dolgoznunk annak érdekében, hogy végre elköltözhessünk innen, ami azt jelenti, hogy Jesse tipegő korát itt kezdi ebben a házban, szóval lehet, hogy még vennünk kell neki egy kis ágyat, de remélem erre annyira nem kell, hogy sor kerüljön, azaz nem fog kidőlni a fáradtságtól, amíg el nem költözünk. Én nagyon-nagyon reménykedem ebben, mert most már tényleg nagyon közel van a költözés, és egyébként nem tudom, hogy ezelőtt a videó előtt láttátok-e a speed build-et az adott házikóról, vagy ezután fogom feltölteni, ez még jelenleg a felvétel időpontjában számomra rejtély, de ti úgyis meglátjátok. Mindenről előbb fogtok tudni, mint ahogy elhangzik a videókban általában. Jó, Karim egyébként tök jól érzi magát, azt hiszem nem léptették őt elő, vagy nem tudom, mi történt itt. Két nap múlva megy dolgozni. Nem léptették elő, pedig itt van ez a kis pipa. Valószínűleg probléma az, hogy ezek a skillek nincsenek meg, szóval ezzel foglalkoznunk kell egy picikét. Study opponents, ha már itt vagy, ez egy hasznos interakció lenne számodra, és aztán lemehetnél egy kicsikét edzeni, bár attól függ, hogy milyenek a szükségleteid. Szükségleteid sajnos nem tudok beszélni. Szóval, a szükségleteid sajnos nem teszik lehetővé azt, hogy most edzéssel töltsük az időnket, szóval csak próbálunk gondoskodni itt az alapvető dolgokról, aztán majd utána meglátjuk, hogy haladunk. Te Dada néni, örülnék, hogyha nem szemetelnéd tele a házat különböző könyvekkel. És egyébként sír a gyerekünk, szóval én szeretném, ha gondoskodnál róla. Azaz, ügyes vagy. Hé! Azt mondtam, a gyerekről gondoskodj. Jó, egyébként is majd mindjárt fel kell, szóval ezzel nem lesz probléma, megoldja majd ő. Úgy látszik, hogy a Dada kutyusunkról is gondoskodik. Szuper, elértük a szülői jártasság harmadik szintjét, ami király, és ha már itt vagyunk, akkor etessük meg ezt a szegény kisgyereket, és társalogjunk vele egy picikét. Akkor inkább ide kattintok, mert egyszerűbb, mint hogyha a babára próbálok. Hé, mi nem tetszett? Jézusom! Ez a gyerek nem szeret minket. Ez nem túl jó. Hát a még silly faces. Jó, egyelőre nem növeztem fel, hanem megyek pénzt keresni. Nézzük, hogy állnak a növénykéink az éréssel. Még egyelőre nem ért be a mai napi adag, úgyhogy készítsünk egy csokrot még hozzá, orhideát és ezt a fajtát. Nagyon-nagyon szakad az eső egyébként, úgyhogy nem hinném, hogy most túl sok vevő érkezne hozzánk, hogyha bepróbálkoznánk ezzel. Aztán ki tudja. Majd meglátjuk, mert így is úgy is el kell adnunk a portékánkat ahhoz, hogy elköltözhessünk. Egyébként olyan 50 ezer szimuláon hiányzik, nagyjából az kb. 2-3 csokor, ha ügyesek vagyunk, bár innen akarok elvinni pár bútort, vagyis hát bútort nem is igazából, de pecsit ugye visszük magunkkal a növények egy részét, ezért azokért nem kapunk pénzt természetesen, mikor kiköltözünk és eladjuk a bútorokat. Úgyhogy ezt is magammal viszem, mert nem raktam az új házban ilyen elemet. Várj. Meg kell szentelnünk. Szuper. Sikerült? Remélhetőleg igen, bár most nem villant föl az a kék sejlés, ami szokott. Még talán van energiánk egy következőre. És szerencsére Maja teljesített a New Skill Day-t, és úgy látom, hogy Karim is, ami király, de megint túlságosan belefeledkezett ellenfeleinek a tanulmányozásába, ami nem túl jó. Ó, Gyúk elég rosszul van. Vajon mi a problémája? Sétálnia kéne? Hát Karim egyelőre nem áll túl jól.
a szükségleteivel, szóval ő sajnos ezt nem tudja megtenni. Kár, hogy nem lehet felfogadni a Sims 4-ben ilyen kutya sétáltatót, tudjátok. Szerintem ez egy király ötlet lenne egyébként, ha beleraknák egy frissítésbe, hogy ugyanúgy gondoskodjon valaki a kutyusunkról, mint ahogy a gyerekekről szokott. Szerintem az jó lenne. Most nem foglalkozok annyira a szórakozás szükségletével Karimnak, inkább elküldöm aludni, aztán majd holnap reggel, a reggeli közben nézi a tévét, vagy valami ilyesmi, azt talán segít ezzel a problémám. Legalább Maja nagyon boldog a sikeres ünneptől, Sandvid, Bluebell. És ezt is berakjuk a kis asztalkánkba. És azt mondjuk Majának, hogy stock table. Mondjuk kezdünk rosszul lenni, szóval nem fog túl sokáig tartani ez a járt szél, én úgy érzem. Látjátok, az úgy világít, a többi nem, pedig azokat is felszenteltük. Ten table. És start a járt szél. Remélem, hogy gyorsan elkapkodják ezt a három csokrot, és költözhetünk is. Gyere, néni, gyere! Give sales pitch. Hát, ha be fog jönni. Végül is egészen jó már a karizma jártaságunk, hiszen annyit dumáltunk ezekkel az emberekkel. Azért valamilyen szinten csak hatunk rájuk. Mindjárt megkeresem, hogy hol is tartunk. Karizma jártaság 6-os, az szerintem tök jó. És amúgy miért van itt orhideánk? Érdekes. Ezt most berakjuk ide. Úgyni. És van egy csomó tollunk is, amiket még gyúk hozott nekünk a kis cuki. És miért ez az egyetlen érdeklődő itt ez a néni? Mindegy, 26 ezerért vett egy csokrot, az tökéletes számunkra. Karim 2.0, gyere, vegyél valamit. Múltkor csak elsétáltál, most már azért költekezned kéne. A nézelődés sem ingyen van ám. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Úgy látszik, nincsen több az asztalkánkban, szóval már csak ez a két csokor van eladó, remélhetőleg el is kelnek, és visszajött a néni, úgy érzem, elégedett volt a csokrunkkal, bár ki tudja, lehet reklamálni őt, az viszont nem lenne túl jó. Őszintén remélem, hogy nem reklamálni őt. Próbálkozunk be leszólítani embereket az utcáról, de úgy látom, hogy ez nem fog működni, szóval nem jönnek csak úgy ide. Ez szomorú. És egyébként a kertünk is kezd haldokolni, mi is kezdünk haldokolni, szóval ezt a két kicsi csokrot már el kéne adnunk. Gyere néni, vedd meg, vedd meg! Tudom, hogy nagyon szereted a virágokat. Meg kéne venned. Na, 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 na. Nekem ez egy igennek tűnt, néni. Most már muszáj megvenned. Annyira jó a haja. Imádom ezt a szimet. És tök jó, hogy mindig visszajön. Nem tudok még egy sales pitch-t benyomni neki sajnos. Viszont nem merek elindítani még egy yard sale-t. Chatwood Harper? Ne csatálj vele, hanem inkább csak add el a cuccot. Jó, oké, szerintem vessünk ennek véget, gyorsan kajáljunk valamit. Aludjunk egyet, aztán folytatjuk. Nem tudom, mi történt itt. Clean up. Ezt is elrakjuk, és veszünk magunkhoz valami maradékot. Get leftovers. Aztán alszunk egy picit. Mit csinál Karim? Karim még mindig az igazak álmát alussza, és aztán szüksége van egy kis szórakozásra. A baba is alszik, és Gyúk elég rosszul van, szóval tényleg el kéne vinnünk egy kicsit sétálni, meg is kéne kérdeznünk, hogy pontosan mi a problémája, mert az egy dolog, hogy én arra gyanakszom, hogy ő sétálni akar. Jó, sétálni akar. Inkább kérdezzük meg. Karim azért eléggé kialudta magát szerintem, és pisilni is kell, szóval ask to go potty. Mondom, ask to go potty. Utás kiskutya, addig nézzünk tévét, amíg te pisilsz, és aztán elviszünk téged sétálni, amint egy kicsit jobban leszünk. Jó. Maja jól érzi magát, amit király.
Már csak egy kis alvás. Lehet, hogy alvás előtt el kéne mennünk a mosdóba. Ez nem biztos, hogy rossz ötlet. Aludjunk. Oké. Gyorsan belepörgetünk egy kicsit az időbe, és úgy látom, a dadánk úgy döntött, hogy szundizik egyet a kanapénkon. Nem szidom le érte, mert egyébként aranyos kis dada, és szerintem adhatunk neki borravalót, hogyha ilyet lehet. To move in. Miért kérhetjük meg, hogy költözzön be azért? Ennyire talán nem vagyunk jóba vele. És úgy látom, hogy nem tudok neki borravalót adni, bár így, hogy befeküdt az ágyunkba, így annyira nem is akarok, mert mi történik itt, Jézusom? Aludj rendesen az ágyadban, Maja, kérlek. Most komolyan a néni miatt nem tudtál aludni a saját szobádban. Ez azért egy kicsit gáz. Jó, itt van Karim, és elviszük a kutyust sétálni. Ó, már tud ülni. Szóval megmondhatjuk neki, hogy üljön. Úgy látom, szemlék is érkeztek, ami csak azért rossz, mert így egy kicsit messzebb vagyunk attól, hogy beköltözünk az új házikunkba. Oké, kifizettem a számlákat valakivel, nem mondtam még neked, hogy fizest ki, igaz? Jó. Oh, Duke is hungry. Ez nem túl jó. Remélem hamar kifutják magukat, és aztán itthon meg tudják etetni kicsi Duke-ot. Illetve hát ezt nyilvánvalóan megtöltjük, mire hazaérnek. Azért az fontos, hogy tele legyen. Ó, oh. A takarító néni bácsink elpakolja a játékokat, úgy látom. Karim elérte a 3-as fitness jártasságot, és végzett a takarító nénink. Nem tudom, hogy mi újság van a neninkkel, de úgy látom, mindig apa hagyja a kajakészítést, ami nem túl jó. Egy kicsit kezd lezülleni. Elmaradtunk a borravalóval, úgy látszik. Nem hiába mondják azt, hogy... Ti mit csináltok? Hol a kutya? Miért hagyod el mindig azt a szerencsétlen kutyát? Oké. Tudjátok mit? Menjetek haza. Karim katasztrofális a kutyaőrzésben, illetve a kutyáról való gondoskodásban. Hogy hagyhatja el mindig a városban azt a szerencsétlen kis kutyát? Kiakaszt. Viszont előbb végeztünk, mint Maja, úgyhogy oda hívjuk Gyúkot enni. És egyébként mindig abba a rohadt, mármint szó szerint rohadt levélkupacban játszik Karim, ami nem túl felnőttes. A baba is mindjárt meghal, de még szerencsére itt van a dada, úgyhogy gondoskodik a kis Jessiről, ami még mindig férfi név. Az előző két részben mindegyik alkalommal megkérdezte valaki, hogy ez nem lány név? Nem, nem lány név. Ez férfi név, és egyébként is randomizálva adtam neki a neveket, szóval gondolhatjátok, hogyha fiú baba született, akkor fiú neveket randomizál a rendszer, nem fogod a belekavarni dolgokat, és van egy csomó név, ami férfi és női név is, úgyhogy ez szerintem nem kellene, hogy meglepő legyen, és hogyha nagyon extrém irányzatba megyünk, vagy nagyon eltávolodunk a konkrét témától, akkor vegyük például azt, hogy az Andrea név az nálunk női név, míg Olaszországban férfi név, szóval igazából ezeken nem kell meglepődni, és manapság már bárkinek bármilyen neve lehet, de keressetek rá a Jesse névre így írva, ahogy itt látjátok, és akkor bizony férfiakról fogtok infokat kapni, színészekről, ilyesmi. Úgyhogy egyszerűbb egyébként utána nézni a dolgoknak, hogyha valamire kíváncsiak vagytok. Nagyon sok esetben, mert mint ilyen egyszerű dolgoknak nem nehéz utána nézni. Na, hogy van Maja? Mindjárt felébred, és aztán veszünk egy fürdőt. Mondjuk citrusosat, mert ehhez van kedvem, és megnézzük, hogy Karim és Gyúk, hogy van. Karim egészen jól, ezt azért feltöltjük Maja helyett, úgy döntöttem, ezt eltakarítjuk, és egyébként kezd meleg lenni. Elvileg a termosztátom hűvösre van állítva, amit megint elvesztettem, hol a termosztátom. Upi, elkezdtem csuklani. Itt a termosztát, szóval ezzel nem lesz probléma. Elvileg, hé, Karim, várjál, mit csinálsz? Azért gyorsan együnk valamit, jó? More choices. Nincs maradék kaja. De van maradék kaja, nem tudom, hogy miért nem volt a
Get Leftovers ott, de lehet, hogy csak vak voltam vagyok, mint úgy általában. Aztán egy ürítés és alvás, és skilleket kéne fejlődnünk a következő munkanapunkig, ami 22 óra múlva lesz, szóval nincs olyan sok időnk, és nézzétek Maját, ahogy ott fürdőzik. Jó étvágyat, Karim! Remélem ízleni fog. Maja pedig jöhet, és már dolgozhat is. Make arrangement. Orhidea. És természetesen a drága. Illetve lehet, hogy nem is kéne újat csinálnunk, csak eladnunk azt a kettőt, ami már ott van, de biztosra megyünk, hogy mindenképpen el tudjunk költözni. Human and Hijinks Festival is in town. Yay! Nem megyünk. Oh. Mi nem tetszett? Oh. Megromlott a kaja, mire megetted? Ez egy kicsit kellemetlen. De reméljük annyira nem, hogy tényleg elhány magad. Bár nagyon úgy tűnik, hogy el fogja hányni magát. Ilyenkor elszokták, nem? Na mindegy. Holnapra jobban leszel. Készítsünk egy képet Majáról, ahogy itt megszerzi az utolsó szükséges szimóleonokat. Itt egy kicsit nagyon árnyékban van a szimünk, sajnos. Yay! Micsoda varázslat, egyébként kizárt, hogy ilyen fruit ninja módon el tudja vágni azokat a virágokat, de ő Maja. Szóval neki megy. Gyorsan belepörgetünk egy kicsit az időben. Időbe? Megint elrontom a babbe, bamben ragokat, ahogy általában szoktam. Úgy látom, mindjárt készen van, mert általában, amikor így eltűnik, amit készítünk, akkor hamarosan készen van. Jó. Szent. Véd. Gyorsan szentelt föl, Maja. Ne gondolkozz ezen ennyit, nem olyan nehéz. Ügyes vagy úgy. Szuper. És aztán nekiállunk árulni egy kicsit talán jobb hangulatban, mint legutóbb. Stock table. Téged meg kihív. Christoph Waller. Nagyon hasonlít rá egyébként, mert mint Karimra. Még az is lehet, hogy testvérek, csak mondjuk felvette a testvére a férjének a nevét, és azért más a... más a vezeték nevük. Ten tables, tarjárt szél. Ó, sajnos a kert egy kicsit dramaty állapotban van. Ez a néni megint visszajött hozzánk virágokért, de úgy látszik, most nem ugrik be ide. Gyertek, gyertek, vegyétek a portékánkat. Gyertek. Így rólatok is csinálunk képet, csak hogy legyen majd a végső montázsba is. Úgyni. Egyébként milyen szép az ég, nézzétek meg. Bepróbálkozunk mindenkinél egy sales pitch-el, hát ha egyébként most rengetegen jöttek, nagyon kíváncsiak a portékánkra, úgyhogy ennek nagyon örülök. Már valaki meg is vette a virágunkat 23 000 szimóleonért, ami nagyon jó, de miért megy el mindenki? Most jöttetek. Tök egyformák a csokrok, nem mondjátok már azt, hogy mindannyian ugyanazt akartátok venni. Nem veszem be. Ó, ő a Super Sim Challenge-ből a barátnőnk. Talán tetszeni fog neki ez a csokor. Ez a néni is úgy néz ki, mint aki nagyon szereti a virágokat, úgyhogy próbálkozzunk. Na? Ó, ez a néni vett valamit. Ó, Jessie aged up! Yay! Milyen legyen Jessie? Tulajdonsága szerintem legyen... independent, végül is nem foglalkoztunk vele túl sokat, szóval szerintem elég önálló gyerek, így, hogy egyedül kell megoldani a mindent az életben, és egyébként is ki lesz rakva a házból. Hey, gyertek vissza! Ez nagyon idegesítő, hogy egy tétel megvásárlása után kapásba eltűnnek az emberek. Acquired movement skill, egyébként nézzük meg, hogy néz ki a kicsi Jessie, mert erről lemaradtunk, mondjuk úgy. Csináljunk is róla egy képet, mert nagyon aranyos, nézzétek, és már most koszt csinál.
ami nem túl szép tőle. Aj, de édes vagy, pici Jesse. És miért van végig csukva a szemed, míg ezt csinálod? Jól van, hagyom, hogy rosszalkodj. Végül is nem látja senki. Na, kinek próbáljuk eladni? Kinél érhetjük el a legnagyobb sikert egy sales pitch-el? Oké, megvették, szuper, mindenki, tűnés. Jéj, oké, most kajálunk egyet, és aztán ellenőrzöm, hogy meg tudjuk-e venni az új házikonkat. Tudjátok mit? Látom, hogy Duke ott eszi azt, amit nem kéne, de nincs kedvem rászólni, szóval hunyunk szemet e felett most egy picikét. És úgy látszik, hogy Jessie-nek vörös haja lett, de végül is nagyon jól áll neki, úgyhogy nem panaszkodom. Meg kéne változtatni egy kicsit a ruháit olyanra, amilyenre én szeretném, de ezt nem tudom, hogy most hol tudnám legkönnyebben elérni vele. Plan outfit? Talán. Oké. Akkor próbálkozzunk itt. Hát ha... Szuper! És szerintem amúgy ezzel fogjuk befejezni ezt a részt, mert nem akarom azzal húzni az időt a játék közben, hogy itt elpakolászok ebben a házban, meg átköltözünk a másikba. Szóval majd a következő részt már az új házban fogjuk csinálni, és ez a legaranyosabb haj a földön, úgyhogy nagyon szeretném ezt adni neki. Imádom. És lehet, hogy majd kap egy kis sapkát is valamelyik outfitjében, és valamiért én kíváncsi vagyok, hogy ő hogy néz neki szemüvegben. Mondjuk tipegőként nem annyira előnyösek ezek a szemüvegek, szóval valamiért úgy érzem, hogy Jessie szemüveges lesz, ha felnő, de még tipegőként nem szeretnék rá szemüveget adni, szóval ezzel még várunk egy kicsikét. Oké, válaszunk neki ruhákat. Aztán persze közel sem biztos lehet, hogy azt mondom, hogy legyen kontaktlencsés, és akkor ezzel nem lesz probléma. Ez a legédesebb pulcsi, amit valaha láttam. Ilyenben kell lennie, és választunk hozzá egy aranyos kis nadrágot, még nem tudom, hogy melyiket, mindegyik gigacuki. Ez tökéletes lesz, és egyébként nézzétek a szemét, milyen szép szeme van, nagyon illik. Ez a pulóver ehhez a szemhez. Válaszunk egy kis cipőcskét, valami aranyosat. Ez a maci is annyira jó. Muszáj maci lábakat hordania. Nagyon tetszik. Még sose adtam egyik tipegőmre se ezt, úgyhogy eljött a megfelelő alkalom ehhez. Mit adjunk még rá, milyen ruhát? Ez is nagyon-nagyon tetszik, ez a Jungle Adventure gamepackkel érkezett, ami számomra meglepő. Mármint, hogy érkezett ezzel a kiegészítővel tipegő ruha. Próbáljunk egy kis rövid nadrágot ráadni Jessie-re. Valamilyen aranyos színben. Legyen kék, mert... De ez a kék nem olyan kék, mint az, úgyhogy egy kicsit engem zavar. Beleszuk a sárgát? Nem. Sem olyan sárga, mint amilyen azon van. Válasszuk ezt inkább. Jó, és vegyük le a kis zokniát. És adjunk rá egy ilyen kis cipőcskét. Mondjuk barnát, vagy nincs fehér? Nincs belőle fehér, ami elég szomorú. De ebből van, úgyhogy ez így kitűnő választás. Nem tudom, miért adok a kis tipegőimnek ennyiféle ruhát, amikor tudom, hogy nagyjából pár napig tipegők, és aztán vége a jó, szép időknek, és felnőnek, sajnos bár sose nőnének fel. Na jó, ez nem igaz, mert nagyon nehéz gondoskodni róluk, úgyhogy azért nem árt, hogy néha felnőnek. Oh, ez is nagyon aranyos. Ezt akarom rá. És valami aranyos cipőt is szeretnék hozzá választani. Ezek túl kinti cipők. Választjuk ezt a szandit, mert mint hogy túl hideg időhöz való cipők voltak. Nem annyira sikerült megfogalmazni ugye a dolgokat, ahogy szerettem volna. Jó, ez jó lesz szerintem, és ennyi hétköznapi ruha bőven elegendő. Igazából az ünnepi ruhájával felesleges foglalkozni, mivel nem nagyon fogunk ünnepségben menni. Ez az egy bőven elég, a pizsijéhez viszont valami hiper cuki pizsit kell választanunk, legyen ilyen kis szörny is, mert ez borzasztóan aranyos, és válasszunk egy másikat is, mondjuk egy ilyen kutyusosat, vagy hörcsögöset.
Egyébként az első hörcsögös volt, de reméltem, hogy ebből van kutyusos is. Mert az nagyon aranyos lenne, ez például elég kutyusosnak tűnik. Közben rezgett a telefonom. Valószínűleg hallottatok, ez nagyon aranyos, ez a foltos. És nézzétek meg a textúráját egyébként ennek a ruhának, én látom, nem tudom, hogy a felvételen visszaadja-e a grafikát a felvétel, de ilyen kis szörmókos ez a pizsi, ami nekem nagyon tetszik. Jó, akkor azt mondja, hogy parti ruha, igazából teljesen mindegy, mert partizni sem nagyon fogunk menni, szóval választjuk például ezt, a piros nagyon-nagyon jól áll a vörös hajához. Nem tudom miért, de nekem nagyon tetszik. Szuper! Ennél több nem is kell igazából, és fürdőruhának adjuk rá ezt az aranyos kis body tökény, nem is kell több. Nekem tetszik ez a póló nagyon, szóval teljesen megfelel számomra. Válasszunk hozzá egy ilyen kis rövid nasztrót. Ebben a színben abszolút megfelel, és adjunk rá egy ilyen kis cipőcskét tökény. Válasszunk még egy meleg időjáráshoz való ruhát, hiszen most a meleg időjárás van. Ez is nagyon édes. Várj, milyen volt az előző? Nehogy véletlen tök egyforma ruhákban legyen állandóan ez a szegény gyerek. Ez nagyon cuki. Ó, és halljátok, hogy hogyan osztja az ízt közben a kis édes baba nyelvén, megzabálom. Oké, ennyi meleg ruha elég, vagy meleg időjáráshoz való ruha elég lesz, és választunk neki melegebb ruhákat a hidegebb időkre is. Aj, nagyon jól áll neki a piros, meg a zöld is igazából. Annyira édes, megzabálom, imádom a tipegőket a Sims 4-ben. Én még mindig nem tettem túl magam rajtuk egyébként, tehát mióta bejött ez a frissítés, én azóta teljesen odáig vagyok értük. Legyen ez a kék, vagy ez a kis zöld. Legyen ez a narancs a változatosság kedvéért, és adjuk rá ezt a cipőt. Ez egy kicsit melegebb, mint az előző. De várjatok, visszamegyünk az előzőhöz, mert szerintem nem elég meleg az a cipő. Úgyhogy inkább megváltoztatjuk. Á, nem, jó lesz, oké. Viszont kerekesztyű, meg sapi, meg ilyenek ilyenkor. Szóval, ez fontos. Ez a sapi jó lesz hozzá, szerintem. Ehhez meg valami ilyen édi-bédi sapit választunk. Nira, ez egy édi-bédi sapi, de nem illik ehhez az outfithez, szóval válaszuk ehhez a kéket. Várjatok, hol volt ez, amelyiket akartam? Ezt akartam. Mégsem olyan jó hozzá. Próbáljuk meg a sima kéket. Pirosat. Tudjátok, mit, legyen a barna, és ehhez legyen ez a sapi. De édes. Oké, szerintem Jessivel készen is vagyunk, úgyhogy ki is pipálom ezt a kis create a sim módot, és azért ellenőrzem, hogy meg tudjuk-e venni a házikót, hogy biztosra tudjak menni, és biztosra tudjak mondani nektek a rész végén azzal kapcsolatban, hogy vajon költözünk a következő részben, avagy sem, illetve hát a két rész között költözök el velük, tehát nem mutatlak titeket ezekkel a részletekkel, viszont azért mindenképpen meg akarom nézni ennek a résznek a végén, hogy be tudunk-e költözni, mert nem szeretném, ha úgy gondolnátok, hogy valami csalás történt itt, és felcsaltam a pénzüket, és úgy költöztünk, szóval ezt mindenképp meg akarom még tenni ebben a részben. És tényleg remélem, hogy meg tudjuk venni azt a házikot, bár összesen készpénzben van 362 000 szimoleonunk, és az olyan 400 000 szimoleonba kerül, szóval nagyjából 5000%, hogy meg tudjuk venni. Ha eladjuk a bútorainkat, akkor bőven meg tudjuk venni a házikonkat, szóval nagyon-nagyon örülök, nagyon eredményes volt ez a rész, és a következő részben majd a felnőtteket is átalakítjuk egy kicsikét, hogy jobban passzoljanak az új házukhoz, és a következő részben, mint ahogy említettem 850-szer, költözünk, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!